Quercus rubrát, a vörös tölgyöt szeretném önöknek bemutatni, de ez Magyarországon is nagyon sok helyen megtalálható, parkokban, óriási kertekben. Egy fantasztikus nagy növényről van szó. Itt most egy 150-200 cm-es kiszerelésű méretben szeretném önöknek bemutatni, most november közepe van. Ugye ebben a konténeres kiszerelésben lényegében március elejétől november végig telepíthető. Ugye ez a Quercus rubra, ez tulajdonképpen 30-35 méteres magasságig megnő, és lényegében ilyen hengeres, kicsit inkább oszlopos, fölfele ívelő habitusa van fiatal korában, tehát a legtöbbünk, ameddig ugye látja ezt a növényt növekedni, és aztán később, sok évtizedes korában inkább kicsit gömbölydedebbé válik. Na most akkor, amikor visszük és vásároljuk, na miért vásároljuk ezt a növényt? Hát ezért. Hát ezekért a fantasztikus nagy vörös levelekért, ugye egészen-egészen bekapó, egészen-egészen elképesztően gyönyörű látvány. Gyakorlatilag egy párás, páradús, kicsit kiegyenlítettebb klímát kíván. Hát a legtöbb kertünkben nem ilyen van, úgyhogy inkább próbáljuk meg egy védettebb sarokba betenni, persze olyan helyen, ahol majd tud nőni, és van körülötte tér. És hát ha tehetjük, akkor azért reggelente, amikor úgy mondjuk kimegyünk öntözni a kertbe, nyáron 6-7 óra fele, jó alaposan mondjuk így lombozatát így locsolgassuk be, meg ha egyáltalán van egy kis párás mikroklíma kertünkben, akkor fantasztikusan fogja magát érezni a vörös tölgy. Kérem szépen, egy bambuszkarú mellett van nevelve, konténerben, tehát nincs olyan kérdés, hogy meggyökeresedik-e majd, megmarad-e majd a vörös tölgy a kertembe, hiszen biztos megmarad, mert ez már most meg van maradva, hiszen be van ültetve egy konténerbe. Kérem szépen, aki ilyen lélegzet elállító, fantasztikus, ide nézzenek. Tehát lélegzet el, így, hogy a nap keresztül süt rajta, egészen-egészen megkapó. Lélegzet általán szép, vöröses színben szeretne gyönyörködni, óriási nagy levelekben, a hazai tájhoz tartozó gyönyörű szép tölgyel, akkor azt gondolom, annak a Quercus rubra a vörös tölgy az egy kiváló választás lehet.